Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás október hónapra a rák jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást. A díjam 4000 forint. Szeretném megemlíteni azt, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban egy kedvezmény, egy jóslás indiai asztrológiával együtt, 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megnézzük azt, hogy mi várható október hónapban a rák jegyében születetteknél. Első hét október hónapban itt felül látható. Ez a hegy lehet egy hegyvidék, de jelenti a gondokat, a problémákat, valami blokkol téged vagy őt. Sőt, itt a közelben a felhő azt jelenti, hogy itt még valami átláthatatlan. Nem tudsz tervezni, vagy ő nem beszél a terveiről. De szerencsére itt vannak az egerek. És úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, és az egerek eltávolítják a felhőt, mindazt, ami eddig átláthatatlannak tűnt. A fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Így október első hetében még nem érzed ezt így, hiszen ezt a biztonságot az egerek el tudják távolítani. Úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alatt. Ez a fa utalhat egészségügyi témákra is. Ha beteg voltál, vagy valaki beteg a családban, akkor az egerek tudnak segíteni, hiszen eltávolítják a betegséget. Légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot. Ezzel a kulccsal le tudsz zárni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat, ami eddig olyan nehéznek tűnt. De egy időben kinyílik ezzel a kulccsal egy új kapu, ezek a lehetőségek, és itt látható, hogy tisztázódik valami. Lesznek változások, előre mennek a dolgok, és a hajó jelenti a reményt hozzá. A hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat vagy utazásokat. Az is lehet, hogy változik a helyzet, és valaki közeledik hozzád, külföldről jön. Ez az utazás lehet egy lelki út is. Második hét, október hónapban, itt látható. Bocsánat, most elment a hangom. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. A gondolataidban megjelennek a változások, a mozgás, külföldi kapcsolatok. Előtted a szív utal a szerelemre, vagy mindarra, amit kedvelsz. Itt melletted ez a kereszt jelenti a hitet. Legyen meg ez a hit, hogy lesz egy új irány, lesznek változások, előre mennek a dolgok. Eléred az élet utadon ezt a kereszteződést, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. A hold jelentheti az anyai témákat is, az anyukádat például, de jelenti az álmokat.
Itt megvan a kapcsolat a saját álmaiddal, tehát ne add ezt fel, hiszen ez az álom megvalósul. Lesznek beszélgetések, fontos kapcsolatok. Egy új kezdet, a gyermek jelenti persze a gyermekeket is, sőt, itt az anyai érzelmek és a gyermek jelentheti egy kisbabának a születését is. Itt ez az ostor, az azt jelenti, hogy valami még fáj, vagy valaki megbántott téged. Nála is megvannak ezek a gondolatok, lehet, hogy ő bántott meg téged, vagy ő megsértődött, de a gyermek az jelent akkor egy új irányt, keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled. Itt a halak jelentik az anyagi dolgokat, vagy az értékeket, hogy értékes vagy számára. Mivel itt megjelenik a fájdalom, az lehet, hogy lesz kiadás, és az úgy fáj neked is. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Megvan a kisugárzásod. Lesz egy jó hír. Itt a nyilvánosság azt jelenti, hogy megkapod az elismerést. Ez a torony lehet a munkahely, hiszen itt van a horgony, jelenti a munkahelyet, és itt a levél lehet egy munkahelyi szerződés, ki tudsz itt építeni valamit. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, és itt ez a dokumentum, ez a hír szerencsét hoz. Azon kívül a nap megvilágít valamit, tehát kiderül az igazság. Ami ezt a férfit illeti, valami úgy foglalkoztatja őt, a gondolataiban vannak még problémái, így a mélybe tekint, átvizsgál mindent. Mellette a horgony jelentheti a munkáját, itt előtte a virág csokor egy jó ajánlatot, vagy egy kreatív tevékenységet. A gyermek jelenthet egy új kezdetet, és akkor itt már megvan újra nála az élet, erő, majd valami lelkesíteni fogja őt. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Az utak jelenthetnek találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek. Ez kihat a szerelemre, meg a barátságokra is. Az utak jelenthetik a döntéseket hasonlóan, mint a kereszt, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább. Ez lehet egy továbbképzés, egy spirituális terület, a gyógyító erő. Ez a kígyó lehet egy hölgy is. És ami téged illet, akkor jó szándékkal közeledik hozzád, hiszen szép kártyák fűznek össze benneteket. Ami a férfit illeti, itt van a hamisság. Nála is megjelenik az ő környezetében ez a kígyó, egy másik nő, aki becsapta őt, hazudozott neki. Lehet, hogy valaki a családból, hiszen a ház utalhat a családi kapcsolatokra is. Vagy valaki a környezetben. De ő lezárja ezt a kapcsolatot, mert a kasza elvágja ezeket a témákat, vagy kapcsolatokat, és itt a koporsó lezárja ezeket az eseményeket. A ház és a koporsó az lehet egy örökösödési ügy is, például nála, ennél a férfinél is valaki be akarja csapni őt. Ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!